Sziasztok! Képzeljétek el, hogy ma szombat van, ami azt jelenti, hogy piacnap, és ma a férjem ment piacra. 20 eurót vitt magával, ami nagyjából 8000 forint értéknek felel meg, és megnézzük, hogy ebből mit hozott. Amit én szerettem volna, és mondtam, hogy mindenképpen kellene, az prézli, mert ma rántott húst szeretnék csinálni, és rántott karpiót, úgyhogy ez a kettő dolog volt, és megnézzük, hogy mit hozott a 20 euróból, esetleg maradt-e neki valamennyi, vagy nem. Sziasztok! Megjöttem a piacra. Na, Muti, mit hoztál? Padmát. És mennyiért? Az ára a lényeg. 50 cent volt. Fölvásároltam, és elhasználtam az összes pénzt, amit itt hoztam. Igen? Eme? Az összes pénzt elhasználtam? Ja. Hoztam kenyeret. Ez volt 8 cent. Jó, finom. Rendes, puha, tégséges, ropogós kenyér. Rendes kenyér. Finom, puha, friss, pékséges kenyerke. Hoztam paprikát, ez volt, azt hiszem, 1 euró. 1 euró volt, de hány szem paprika? 80 vagy 90 centet. 7 darab paprika, wow! Ilyen némit árult ilyen. És prézli volt? Hoztam tartalmat. Az darabra volt. Ó, de szép nagy karfia. 2,50. Hoztam prézli, de ez is ilyen házi prézli, szerintem. Remélem az van benne. Meg hoztam töpercsét. Bácsitú töpercsét. Meg szalonna. Ezért fizettem egyet, 13 Ez a töpörtyű meg a szalonna volt 13,50. Akkor ez a karfiol... 50, ez volt 1,20, ez volt majdnem egyen, azt hiszem 80 cent volt, hogy nem ez a nénike, ez volt 50 cent, ez pedig 80 cent. Akkor tényleg el is költöttél mindent. Aztán megvettem a húst, aztán vettem a karfiolt, utána elmentem a pékséghez, ott megvettem azt a prézlit, és aztán visszafel, ami apró maradt, azt meg elkötöttem ilyenekre. Nagyon ügyesen bevásároltál. Le is teszteled. Uh-huh. Na milyen? Jó. Jó? Megkóstoljam. Tényleg finom. Hogyan vásárolsz a piacon? Mi az, amiket megnézel? Mi az, amit esetleg nem veszel meg? Vagy mi az, amire úgy gondolod, hogy ez ott jó termék lehet? Hát mondjuk egy paprikánál nem veszem meg, hogyha szépek és egyformák. Már de mi? Hát azt valószínűleg megvette valamelyik nagykereskedőnél, azt kivitte a piacra, dupla áron meg eladja. Ezek úgy tűntek, hogy tényleg a nénikén látszódott, hogy valahogy leszedte még otthon, amit maradtak neki a kertbe, ami nem túl egyforma, kicsit ilyen hazainak tűnik legalább. Továbbiakban nem tudom eldönteni, hogy ez most hazai vagy nem hazai, de szerintem úgy nézett ki a nénike, hogy leszedte otthon a kis kertjébe, kijut oda a piacra és eladogatta. Ez a hagyma is úgy néz ki, és igazából ugyanannyi, hát cc olcsóbban adja, mint amennyi benne a üzletbe. Igen, mint amennyi a multi cégeknél. Igaz, hogy nem egy akkora, nem pontosan egyforma, nem gramra van, hanem ahogy sikerül, ahogy terem. Ezen is látszik, hogy az nem az a becsomagolt, valami van kibontva, ebben van egy kicsi apraja is, van benne ilyen is, olyan is. Ki a bácsitú már nagyon régóta szoktok venni, az. Hát, ha sokat is gyárt belőle, és használ is hozzá valamivel egyszerűen, lehet, hogy kizártod, nem tudja, de annélkül, de... De magad csinálja. Legalább talán volt közel a valami.
a malachoz. Hát jó, nem akartam állatvédők szempontjából ebbe belefolyni, de... Igen, na még azt a prézlit nézzük meg, hogy milyen lehet, kibontod. Nem is otthoni prézli, azt szerintem, mert az a tépség, aki ott kint árul, az szintén a kenyérén is látni, hogy ez gyakorlatilag ott előtt az úgy egyre mondtassák, mert egyik kicsit kisebb, a másik kicsit nagyobb, aztán vágnak belőle, aztán megmondják, hogy az mennyi. Na nézzük a prézlit. Ez meg valószínűleg az a prézli, ami kenyerkéből megmaradt nekik, megszáradt, és aztán kiszállítják és eladják. Ó, de ez tényleg. Úgyhogy nem prézlinek készült, hanem az valószínűleg meg régen kenyér volt, meg kifőleg. Igen. Nem morzsa, aztán most prézli lett. Reveljétel még rántott hús lesz. Na szuper, köszönjük szépen, azt hiszem, hogy jó vásár volt a piacon. Szóval ennyi jött ki a 8000 forint értékű euróból itt nálunk Szlovákiába, Komárnóba, a helyi kis piacon, ahol a férjem vásárolt. Hát ki a maga módján dönts el, hogy ez megéri vagy nem, vagy hogy már is fajul mostanában a világunk, hogy milyen szintű drágaság van, hogy ebből mi az, amit esetleg régebben negyedennyiért meg tudtunk venni. Aloha, aloha!